Míg a játékosok egy része az edzőteremben nyúzza a vasakat, addig a többiek labdás gyakorlatokat végezek a küzdőtéren. Aztán csere. Ez a menetrend ezekben a napokban a kékcápáknál. A látszat ellenére nincs gond a létszámmal, mivel megérkezett a 4 amerikai légiós, Ty Gross, Harrison Henderson, J.C. Heisman és Darius Perry, a szlovák válogatottnál lévő Marek Dolezaj pedig később csatlakozik új társaihoz. A vezetőedző örül annak, hogy már szinte mindenkire számíthat. Már 5-5-ben is el tudunk kezdeni gyakorolni, sőt, el is kell kezdenünk gyakorolni, hiszen közelednek a felkészülési meccsek és közeledik a bajnokság. Örülök, hogy itt vannak, jó állapotban érkeztek, annyi, hogy még kicsikét az átállással küzdenek, tehát nem minden edzést tudunk olyan minőséggel megcsinálni, mint szeretném, de fokozatosan fejlődünk ebben. A nyíregyházi közönség először szeptember 9-én és 10-én a Sitkó Ernő emléktornán láthatja a csapatot, de addig már 2 meccset is játszanak a cápák. Jövő héten az Iglóval fogunk játszani egy oda-vissza vágós edzőmeccset. Szerdán fogunk menni Iglóra, és szombaton fogjuk fogadni a szlovák csapatot, még zárt kapuk mögött. A cél az lenne, hogy senkit se játszassunk túl, illetve mindenki kapjon bizonyos játékpercet, és amit addig taktikába végig tudunk venni, azt hogy tudjuk majd megvalósítani. Igazából ez a 2 cél lesz még az első 2 edzőmeccsen. A légiósok egyike a 2-3-as poszton bevethető J.C. Heisman. A 26 esztendős kosaras nem újonc Európában, korábban játszott Finnországban, a legutóbbi szezonban pedig a Brit Liga legjobb tripladobójának bizonyult. Ez egy nagyon nagy előrelépés nekem, hogy ezekből a ligákból el tudtam igazolni egy erősebb ligába Magyarországra. Nagyon tetszett az ajánlat, amit felvázolt elém az ügyvezető, illetve a csapat. És amint megérkeztem, láttam azt az atmoszférát, amiről beszéltek, a nagyon profi körülmények között dolgozhatok. Egyből megtaláltam az összhangot minden játékos társaimmal, illetve az edzőistábból, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Talán a legnagyobb erőségemnek azt tartom, hogy sokoldalú játékos vagyok. Alapvetően szeretek dobni, és ezt jó százalékkal tettem az előző időszakban, de több olyan szegmensbe is tud használni az edző, mint például a vérekezés vagy a kommunikáció, ami szerintem az erősségem, úgyhogy látványos játékra számíthatnak tőlem a nézők, és próbálom sok oldalon segíteni a csapatot. A héten véglegessé vált az A-csoport sorsolása is. A Nyíregyháza 2 idegenbeli mérkőzéssel Kecskeméten és Debrecenben kezdi a szezont. Először október 12-én a Szolnok ellen játszanak hazai környezetben a cápák.